volna, őket általam voltak, de léteztem én már nem gyűlölöm magam. Érdekel miért, ahogy Istennek, a lépnek sincs sokan. A Csorbagyőző könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várta színes programokkal a műfaj kedvelőit. Az ünnepélyes megnyitót egy zenés irodalmi est követte, melyen egy dalszerző író és egy író dalszerző közös alapokra helyezett gondolataikat mondták el saját eszközükkel az E78-asban Pécsen. A Hoztunk valamit magunkból elnevezésű est a két szerző első közös munkája. Alkotói egymásra találásukról beszélt Beck Zoltán, dalszerző író. Egyfelől az első előadást itt játszottuk szembe a Pirográniton. Gyakorlatilag azóta most már lassan 90-et játszottunk ebből a Begrecsó elsőből, ebből a Hoztunk valamit magunkból című előadásból. És gyakorlatilag az egymásra találásunk az egyszerűen abból alakult, hogy abban a finom elszigeteltségben, amit tulajdonképpen a covidos időszak jelentett, viszonylag sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan gondolkodunk a világról, miket olvasunk, éppen mivel foglalkozunk, és valahogy az volt az érzésünk, hogy tulajdonképp azt, amit csinálunk a telefonban napi másfél órát, azt végtére is meg lehetne csinálni egy kicsit dalformába, egy kicsit szcenírozva színpadon is. Tulajdonképpen ez volt az egymásra találásunknak az első ilyen, már a műsor értelmében az első élménye, de ha visszább megyek, akkor a rájátszásban együtt játszottunk, tehát a rájátszás az egy, mint közös alkotó műhely tulajdonképp sok írót és sok zenészt hozott össze, és vagy dalszerzőt, vagy nem is tudom, hogy kéne fogalmaznom, és akkor így ott már ez a fajta ilyen, nem is tudom, emberi barátság, nevezném talán így, vagy felnőtt barátság, vagy valami feltétlen bizalom elkezdett kialakulni, és annak tulajdonképpen az volt a kérdése, hogy ebből tudunk egy alkotói értelemben vett barátságot létrehozni a színpadon. Magyarul, hogy ez csak idézőjelben ez csak egy barátság két ember között, vagy ez egy tulajdonképpen egy alkotói egymásra találás, és reményeim szerint ez egy alkotói egymásra találás. Van egy előadás, amelyik előadásnak az eszköztárába a mindegy, hogy éppen zene van, vagy éppen szöveg van, vagy éppen próza van, vagy éppen kötetlen beszélgetés van, vagy éppen anekdotázás. Alapvetően az előadásnak a lényegi eleme, hogy két alkotó van fönn a színpadon, és ez a két alkotó a színpadon jelen van, és a jelenlétéből épít meg bármit. A három akkordot is, ha gitározik, a tercszólamot is, és a prózaszöveget is. És tulajdonképpen az a tétünk, hogy képesek vagyunk-e a színpadon magunkra és egymásra találni, és azon keresztül aztán a dalokra, szövegekre, amiket éppen felrakunk a színpadon. Az emberi egzisztencia izgatja őket. Ennek próbálják az értelmezését felvázolni, elmesélni előadói estjük során. Az érdekel minket, hogy egy ember hogy létezik a világban, és az emberben hogyan létezik egy világ. Képesek vagyunk-e erről beszélni, meg tudunk-e szólalni, és ezek a szerepek, amelyeket végigélünk az életünkben, akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, akár apaként, azokból a szerepekből mi meg tudunk-e fogalmazni valamit, amire a másikunkra rezonál. Grecsó Krisztián író-dalszerző legutolsó kötete másfél-két évvel ezelőtt jelent meg. Ez a Lányos apa című tárcanovella gyűjtemény. Ez egy olyan előadás, amiben még a prózák is két szólamra vannak, hogy úgy mondjam, négykezesek, és még azok is átértelmeződnek azáltal, hogy beleolvasunk, hogy valami mást beleolvasunk, mint ami eredendően lehetett benne. Úgyhogy nagyon izgalmas ez számomra, mert egy író nagyon magányos, és én egy olyan helyzetbe kerülhettem, amely helyzet engem tovább lendített, tovább a magányból, tovább az életközépi válságból, tovább egy olyan helyzetből, ahol mindig magam kockáztattam. Itt most egy olyan helyzetben találtam magam, ahol együtt visszük a vására a bőrünket. Ez a helyzet, hogy színpadra álltam, ez segített megíratni azt a regényt, amit 15 éve halogattam, az Apám üzen címűt, amelynek legfőbb, egyik legfőbb
motivációját megértettem, hogy apám 20 éven át hogyan küzdött azért, hogy színpadi ember legyen, és élete nagy álmát hogyan nem engedte el, és halt bele abba a kudarcba, hogy nem tudott színész lenni, és minden alkalommal, amikor fölmegyek a színpadra, akkor ott van velem. Úgyhogy most a 4. Pécslit megnyitóján is itt leszek, kicsit majd benéz, bekacsint. A 6 nap alatt számos új kötetes szerző érkezett a Pécslit Irodalmi Fesztivál félszáz programjából, a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Kísérő programok, külföldi vendégek színesítették az idei fesztivált. Megsiratsz el engem, apád, anyád elő, megsiratlak, egész világ elő.